Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Süli János Tolnamegye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is gratulált ahhoz a kapacitásbővítő beruházáshoz, amelyet a Tamási Hús Kft. Hajtott végre 14 milliárd forintos befektetéssel. Az élelmiszeriparban is folyamatos innovációra van szükség, fogalmazta meg a külgazdasági és külügyminiszter köszöntőjében. A Girlinger csoport beruházása itt Tamásiban ebbe a kategóriába esik. Büszkék vagyunk rá, hogy Ausztria egyik legnagyobb húsipari vállata újra Magyarországon hajtott végre beruházást. Büszkék vagyunk arra, hogy a Girlinger csoport 5 üzeméből az egyik itt van Magyarországon, Tamásiban. Ezzel a beruházással egy új üzemet és új raktárat alakított ki a cégcsoport Tamási telephelyén, aminek köszönhetően megerősíti beszállítói pozícióit több jól ismert üzletnél és gyorsétteremnél is. Örülünk annak, hogy ez a beruházás megduplázza az önök bacon előállítási kapacitását, és ennek a megduplázott kapacitásnak a 80%-át a külpiacokon, vagyis export során fogják értékesíteni. A Tamási Hús Kft. 14 milliárd forintos beruházása 255 új munkahelyet hozott létre a már meglévő több mint 450 mellé.